estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Gyöngyösi Televízió kézilabda magazinját látják, ahol a hedó B. Brown gyöngyös felkészülését fogjuk majd értékelni. A téli felkészülési időszak a szlovák élvonalban szereplő Tatran Presov elleni felkészülési mérkőzéssel zárult, ráadásul gyöngyösi győzelemmel. A misor elején ennek a mérkőzésnek az összefoglalója következik. A Budakalász elleni hazai és idegenbeli találkozó után a szlovák élvonalban szereplő Tatran Presov elleni erőfelmérő jelentette a téli felkészülés utolsó állomását a Bibron Gyöngyös számára. A fehérmezes vendégek büntetőből szerezték a mérkőzés első találatát, amire a hazőök szintén 7 méteresből válaszoltak. Az első 5 percen azonban csak az egyenlítésre futotta, a hatodik percben vezettek először a farkasok. A tizedik percben egy 5-0-es rohammal fordított a mérkőzés képi a gyöngyösi alakulat, amely az első negyedúra végén 11-6-ra vezetett. Előnyit pedig hosszú perceken átőrizte. Sőt, két perccel a fél idő vége előtt már 6 gól volt a különbség a csapatok között. A Sipsuiga a vendégek kettőt ledolgoztak hátrányukból, így 18-14-es hazai vezetésnél jöhetett a szünet. Térfelcsere után a vendégalakulat percei következtek, 5 perc leforgás alatt mínusz egyre zárkóztak, a 8. perc végén pedig 20-20-nál egyenlő állást mutatott az eredményjelző. Az eredmény alakulása hullámzóvá vált, és bár a vezetést nem tudták megszerezni az eperjesiek, amikor nyílni kezdett az olló a hazaiak javára, rendre visszazárkóztak egyetlen találatra. A találkozó kimenetelét a hajrában döntött el a gyöngyösi farkasfalka, amely az utolsó 5 percben 4 0 rohamot vezényelt, és végül 31-27 arányban megnyerte a mérkőzést. Így zárult tehát gyöngyösi győzelemmel az utolsó felkészülési mérkőzés a dr. Fejes András sport és rendezvény csarnokban. A stúdióban pedig itt van velem bíró Balázsa, Hedó Bébran gyöngyös vezetőedzője, szervusz. Szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket is. Kezdjük talán ezzel a mérkőzéssel, kettő van a felkészülési meccsek sorából, amiről még nem beszélgethettünk, de hogy ez kívülről nézve egy jól sikerült mérkőzés volt, tényleg egy erős ellenféllel szemben sikerült győzelmet aratni, és úgy tűnt, hogy működnek is a a játékelemeink, a hivatalos oldalon mégis egy kicsit hiányérzetednek adtál hangot és nem voltál teljesen elégedett. Mi az, ami hiányzott az edző számára ebből a mérkőzésből? A szokásos dejabú érzésem van, kettős érzéseim vannak. Nyilván, amikor megverünk egy nemzetközi kupa szereplő csapatot, azt gondolom, hogy meggyőző teljesítménnyel, akkor, akkor nyilván az egyik oldalról pozitív a benyomásom, a másik oldal viszont annyi mindössze, hogy látom azt, hogy olyan dolgokból kaptunk esetleg gólokat, amiket tisztá vagyok vele, hogy meg tudunk oldani, vagy pedig a saját figyelmetlenségünk, vagy a saját hibáink okozták, és ezek néha egy-egy alkalommal már-már ilyen dedós hibák voltak, és nekem ezek, ezek okozták a, a, a problémát. Nyilván elmondtam a fiúknak is, hogy ne, ér, ne gondolják azt, hogy, hogy hibátlannak kell lenniük, vagy hogy én egy örök elégedetlen vagyok, de addig, amíg ez nem bajnoki pontokért megy ez a küzdelem. Addig én ezeket a találkozókat nyilván felkészülési találkozónak tekintem, és ebből fakadóan viszont a hibák javítására is azért használjuk fel, mert hogy látni akarom, hogy hol vannak még hiányosságaink, és hogyha ezek vannak, ezekről pedig beszélnünk kell, mert a győzelem ellenére nem értjük azt, hogy készen vagyunk és, és hibátlanok vagyunk. Örülök annak, mondom még egyszer, hogy az előző mérkőzés meccseken is, nő, gyakorlatilag az mind a hármat belevéve a lőtt gólszámaink azok elég rendben vannak, és ezekhez mindig hozzá kell tennem azt, hogy forgattuk a csapatot, tehát meghatározó játékosok sem játszottak 30-35 percnél többeket, ez célom is volt, mert, mert egy erőltetett menet következik, és illetve mindenkire szükségünk van, ezen nincs is baj, és azt gondolom, hogy pontosan emiatt, hogy a győzelmek megszülettek az utolsó két találkozón, Ráadásul azt gondolom, hogy magabiztos győzelmek is úgy, hogy mindenkit használtunk, így, így, így ezek pozitív dolgok és ezek jó előjelek de mondom még egyszer, amikor a hibákat látom, és esetleg visszatérő hibák vannak, vagy olyan hibák vannak, amik a játékosoknak a figyelmetlenségéből, vagy a fegyelmezetlenségéből, nem pedig abból fakad, hogy egy olyan helyzetbe kényszerített minket az ellenfél, amit vagy nem tudunk megoldani, vagy pedig tényleg a képességeink határát súrolja, akkor azért vagyok mérges, mert ezek a figyelmetlenségek, vagy fegyelmezetlenségek, ezek pedig esetleg pontokba kerülhetnek a bajnokságba. És ugye nem akarom fent ismételni, de amit az ősztel ugye ö, hiányolunk pontokat, azokat szeretnénk egy kicsit most visszahozni, és ez, ezekhez pedig sokkal ilyen értembevéve véve precizebb dolgok kellenek. Igazából ennyi, tehát kettős a dolog. Nem vagyok elégedetlen, és nem akarom a srácokat ö, ö, ostorozni mindenféleképpen, de de hiba lenne, hogyha, ha, ha a hibákról nem beszélnénk, és csak azt gondolnánk, hogy minden szuper. Összesen három mérkőzést játszott a felkészülési időszakban a csapat. Az első hazai Budakalász elleni mérkőzésről már beszéltünk, az idegenbeli találkozóról azonban nem, amit szintén magabiztosan sikerült 7 góllal megnyerni. 37 gólig jutott a csapat. Ezen a mérkőzésen milyen tanulságokat lehetett leszűrni, már azon túl, hogy azért a Budakalász ellen is tudunk győzni. Az első negyed órának a hozzáállásbeli problémái azok, 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 nem tetszettek. Nyilván 6 5 hazai vezetésnél kellett időt kérnem, ami nem egy trajikus állapot, az már inkább, hogy 5,5 perc telt el a mérkőzésbe a 6 5 vezetésükig és ebbe a hat gólból öt darab zicert kaptunk, plusz még egy zicert megfogta a, a podobajani, tehát gyakorlatilag rengeteg alkalommal hoztuk őt kiszolgáltatott helyzetbe, többek között figyelmetlenségek és a mérkőzés elejének még a megfelelő hőfok el nem érése miatt, ami, ami szintén egy, egy probléma. Nem szokott ilyen velünk megtörténni bajnoki mérkőzésen, tény, hogy ez egy felkészülési mérkőzés, más a hangulat, más az adrenalin szint és más a tét, Ettől függetlenül, mivel most nem játszunk 6 hét edzőmérkőzést, mint a nyáron, ezért ilyenkor nyilván azért hívom fel erre a figyelmet, mert három mérkőzés alatt soknak érzek 15-20 perceket akár elpozarolni azzal hogy, azzal, hogy akkor nem tudjuk úgy gyakorolni olyan minőségben a védekezés vagy a támadást, mert még nem vagyunk azon az üzemi hőfokon. Tisztában vagyok hogy a srácok fáradtak, és úgy érkeznek bele egy mérkőzésbe, de ezt meg kell oldani. Ami a Első negyed órát követő védekezésben változás előállt, az rendben volt, bár az egész első fél 19-18-as eredmény, 18-17 19 azt nem, tehát rengeteg gól volt, és, és igazából kevés kapusz teljesítményel és, és, és nem megfelelő hőfokú védekezéssel, nyilván nem annyira tetszett. Úgy fent elmondom, hogy a másik oldalról az, hogy ennyi gólt lövünk 18-19-et, ez, ez viszont szuper dolog. Az, hogy a második félőben mi tudtuk tartani ezt a tempót és ezt a mm, precizitást elől, hiszen gyakorlatilag megdupláztuk a gólyaink számát, az nyilván azt hozta magával egy kis váltással, amiket próbálunk gyakorolgatni ebben az időszakban, az, az ellen a budakalász ellen most, most jósült el. Ugye kaptunk 11 vagy 12 gólt a másik is, és, és ráadásul rengeteg technikai hibába kényszerítettük őket bele. Tehát ez, ez most nem a kapusteljesítményünk feljavulásából fakad, hanem a, a védekezésünk bizonytalanította el az ellenfelet, és ebből rengeteg vállonásgólt és üres kapus gólt tudtunk lőni. Úgyhogy ez egy pozitív benyomás volt a másik félő különösen, úgyhogy ez egy megnyugtató győzelem volt, de annak ellenére, hogy 37 lőt gólt annak ellenére, hogy megnyugtató győzelem, ettől sem esünk hasra, és csak azért, mert mindegy, hogy vereség lett volna, vagy a múlt egy héttel ezelőtti vereségtől sem döltünk a kardunkba, ettől sem gondoljuk, hogy, hogy szuper is, és most már mindig 40 gól körül fogunk lőni. Látjuk azt, hogy ez most valami az, ami működött, de a 30 kapott gól az újfent továbbra is mondom, hogy sok rengeteg munkánk van azon, és dolgozunk azon, hogy a kapus is egy kicsit följebb jöjjön. Most nyilván egy felkészülési időszakban ez kettős, mert ilyenkor ők sem készülnek egyedileg a, a csapatokra, tehát nem, nem megbeszélt sávokba mennek be, nem megbeszélt dolgok vannak a kapus és a védelem között, mindezt a szituációban, nem, de nem e, egyénileg individuálisan a, a, lövőkre. Ez majd most fog elkövetkezni, mikor jönnek a tétmeccsek, tehát akkor szeretnék most már előrelépés látni a, a kapus is, mert anélkül nyilván nem fog menni. Én de mondom, vannak pozitív jelek, ez akár a védekezés váltásunkban, akár a, akár a jobb közös jobb átlővel elért gólyaink számát, azért lábban vannak pozitív jelek, meglátjuk, hogy ez, ez akkor, amikor majd tétre megy a játék, akkor ez, akkor ez majd mire lesz elég. Nem is sokára ez elkövetkezik, hiszen az első tétmeccsig már csak napok vannak hátra, úgyhogy talán ezártnak is tekinthetjük a felkészülést. Az egészét értékelve azokat az elemeket is, amik mondjuk nem a szurkolók előtt zajlottak edzőmérkőzéseken, hanem a napi munkában, hogyan értékeled ezt az egy hónapos időszakot? Egyébként rendben van, tehát a srácok jól dolgoztak, az első két hét az tényleg fárasztó volt, tehát amíg a, inkább úgy mondom, két és fel, ami a második mérkőzésig tartott, tehát a budakalászi mérkőzésig. Utána próbáltunk egy kicsit visszavenni olyan értelemben, hogy a szerdai mérkőzés előtt inkább taktikai munka zajlott, most már ugye átállunk a Presog meccs után a, a Ferencvárosra készülünk, a saját dolgainkon csiszolunk. Nyilván a mérkőzés másnapján adtam egy nap pihenőt, tehát a csütörtöki az üres volt, pénteken edzünk kettőt, a hétvége az megint üres, hétfőn edzünk kettőt, kedden emlénk a mérkőzésre, szerda reggel egy ilyen regenerációs kondi lesz nekik, tehát fognak edzeni, ide a srácok, de, de az egy meccs másnapján hivatott arra összeállított kondicionális tréning lesz, és csütörtökön két edzés pénteken egy, szombaton érkezik a Szeged. Tehát benne vagyunk a munkába, igazából ez a Ferenc mérkőzés is egy lépcsőfok lesz, bár tovább akarunk jutni, de egy lépcsőfok lesz a, a komolyabb célok eléréséhez. Ami meg a második két hetét illeti a felkészülésünknek, mondom, az pedig már inkább, inkább taktikai munka, és inkább azoknak az alapoknak, amiket leraktunk az első két hétben, meg az előző fél hétben, azoknak a finomítása, meg megmondom még egyszer taktikailag, amire át kell állnunk, az pedig gyakorlatilag időtlen időkig tudnánk gyakorolni azt, amíg jobb közös jobbát lő, ezt le kell játszani. Mondom még egyszer, rengeteg jó élmény is van benne, tehát pozitív visszacsatolás az, hogy, a, az, hogy amiket kapok vissza a srácoktól a munkájukon, nincsen baj alapvetően, tehát dolgoznak tisztességgel, úgyhogy nincs okon panaszra. A lakosi Mártinak a sérülése az rendbe jöttető, a Ferenc Vassányi mérkőzésen váratlan bevethető lesz, kezdve pedig teljes kerete tudunk menni, úgyhogy egyenlőre lekopogom, nincsen ok panaszra. Kezdődik majd aztán február 3-án a bajnokság, ahogy a fogalmaztál egy erőltetett menet következik, mentálisan a fiúk hogy állnak, mennyire sikerült felszívni magukat, mennyire harapnak így néhány nappal a bajnoki rajt előtt a gyöngyösi farkasok. Most még egy előre ezen nem, nem érzem ezt, de nem azért, mert ne, ne, várnák a bajnokság kezdetét, hanem azért, mert egyelőre még nem fordultunk át abban az időszakban, amikor konkrétumokról beszélünk, és ahol majd érezni fogják azt, hogy a, melyik feladatot, melyik játékos ellen mit kell megoldani, és akkor magukévá tudják ezt az egészet tenni. Nyilván itt majd az első szakasznak a fő mérkőzése az a idegenbeli mérkőzés lesz, ami, ami, amit mindenféleképpen meg kellene nyernünk ott utána lesz egy szuszanásnyi idő, ugye a Ferenc mérkőzés az másik időpontba kerül, és utána majd egy hét pihenő után lesz megint egy, megint egy, komolyabb szakaszunk, ahol megint lesz két-három fontos meccsünk. Tehát húzunk majd bizonyos szakaszonként egy-egy határt, ahol majd azt mondjuk, hogy, hogy, mi lesz a fő cél. Természetesen, a, mondom még egyszer, a Ferenc kupamérkőzés mérkőzés és a Szeged elleni bajnok is sem úgy megyünk feltartott kézzel ki a pályára, de, de ha súlyoznom kell, akkor nyilvánvalóan megvan ennek az időszaknak is a legfontosabb feladata. Itt hívjuk fel a nézőink figyelmét, hogy a Pler Budapest és a Ferencváros elleni bajnoki mérkőzések időpontja változott, tehát ezt majd nézzék meg a honlapon, illetve a felületeken. A Ferencváros ellen egyébként, ahogy említetted, most kezdődik majd a taktikai felkészülés. Mi lehet az az eleme a játéknak, amivel akár mondjuk a továbbjutást kiharcolhatnánk idegenben? Ez mindenféleképpen nyilvánvalóan nagy dolgokat nem fog elárulni, tehát nem mehetünk bele egy gólpárbajba az nekik vagy hát olyan jobb lesz, főleg hazai pályán. Tehát gyakorlatilag kellene hozzá egy stabil kapusteljesítmény, könnyű gólokat kellene lőnünk ahhoz, hogy ne a, a elég komoly és elég masszív védekezésükkel szembe kelljen elől ö, dolgoznunk. Nekik is többfajta védekezésük van nyitott és a hatos falas védekezés, elég stabil lábokon áll, nagyon sok ö, ö, labdacsapdával dolgoznak és rengeteg technikai hibába akarják belekényszeríteni az ellenfelet. Különösen várom azt is, Készülök arra, hogy a jobb-kezes jobb lévő elleni játékra ők külön fognak készülni, tehát rengeteg olyan helyzettel, ami, ami abba fogja majd belekényszeríteni a jobbátlőinket, hogy, hogy ne tudják komfortosan játszani a játékot, és hogy úgy érezni magukat a pályán. Úgyhogy erre nyilvánvalóan készülünk el. Ami a bajnoki mérkőzésünkből tanulság, nyilvánvaló, hogy ott nem azt mondom, hogy kiúztuk a méregfókat, hiszen ez a végeredmény tekintetében, meg a mérkőzés. Ö, eredményének alakulása tekintetében nem lenne túl valóságos és nem lenne túl szava dolog, viszont azt látni kell, és ahol ugye ott beszéltünk, hogy a 30 gólunk ellenére ott 15 kapusra szemben ez itt kihagytunk, tehát azért volt, volt valamelyes megoldó kulcsunk arra, hogy hogy lehetne helyzetbe kerülni, az, hogy maga a mérkőzés sem nem sikerült ezeket az itt goraváltani, és ezt az ellenfelünk megbüntette, ennek következménye volt ez a sima vereség. Most nyilvánvalóan megpróbálnánk megoldani azt, hogyha még egyszer ebbe a helyzetbe jutunk, akkor ezeket sokkal stabilabban kellene kihasználni, mert hogyha náluk nagyobb lesz a kapusteljesítmény, 10-12 védés fölé tudnak ők kerülni, akkor mi idegenben nagyon nehéz körülmények közé fogunk kerülni, úgyhogy meg kellene próbálni azt, hogy az ő kapusaik ne tudjanak megfelelően megfelelő százalékkal védni, és jó napot kifogni, mert akkor bajba leszünk. Nagyon szorítunk majd a csapatnak idegenben, tehát január 30-án, még visszatérve a felkészülésre és a felkészülési mérkőzésekre, egy utánpótlás játékos Szakar Leventét is láthattuk a pályán, az U18-as, U20-as csapat játékosa, aki egy fantasztikus őszi szezont produkált. Mennyire fontos törekvés az, hogy fiatalokat is ilyen helyzetben bevonhassunk a munkába, akár edzéseken, edzőmérkőzéseken, vagy mennyire a kényszer szüli ezeket a helyzeteket? Isso, isso. Ö, nyilvánvalóan, ahogy az előző szezonban is voltak hárman négyen, ugye ott a, a Gulyás Máték, Mátyás Balázsék, ugye amikor a Liga Kupa mérkőzések szóba kerültek, nyilván egyértelmű törekvés, ugye a bőkerettel elkezdtek együtt egy alapozást, ugye egy másfél évvel ezelőtt, aztán utána amennyi szerep jutott nekik, vagy amennyit tudtunk adni, akkor, akkor éltünk vele. Nyilvánvaló, hogy vannak bizonyos, fizikai és tudásbeli hátrányuk a, a, a legjobbakhoz képest, vagy az első osztályban elvártakhoz képest, ezért nyilván korlátosak a lehetőségek. Most ugyanezt történt meg, hogy van egy teljes keretünk, alapvetően abból kiestek ugye játékosok, és most is például ebben az időszakban, amikor Lakosi Máté megsérült, akkor mind edzésen, mint pedig a felkészülési mérkőzésken fontos volt, hogy a Oliver ne egyedül küzdjön. Egyrészt nem azért, mert meg ne tudnám megoldani, meg tudja oldani, de nem akartam egy-egy emberre túlzott terhelést adni, másrészt pedig fontos volt, hogyha már edzésen segít minket a Levente, akkor teljes... Mert megérdemli, hogy utána megkapja a lehetőséget a felkészülési mérkőzéseken is. Nyilván köszönjük szépen az utánpótlás csapatoknak is azt, hogy ő meg tudtuk oldani, hogy, hogy ők is tudták olyankor nélkülözni, amikor lehetséges, hogy egyezett a, egyezett a programunk. Örülök neki, hogy van az utánpótlásunkban olyan, akit egy-egy ilyen felmerülő helyzetben be tudunk dobni. Nyilvánvalóan ö, egy kicsit megilletődött volt a Levente is az elején, ami tök normális, hiszen nem, nem ezekkel a srácokkal készül nap, mint nap, de nagyon jól fogadták őt a srácok. Ugye erről már beszéltünk, hogy nagyon jó volt látni, amikor a Mártin Potiszka az előző mérkőzésen gyakorlatilag egy tiszta inkább átadta neki a lehetőséget, hogy, hogy ő is gót tudjon szerezni. És ö, örülök annak, hogy a srácok a, a most is a Presó mérkőzésen is ö, úgymond tömték labdával, tehát volt lehetősége. És, és, ö, és él is ezekkel a helyzetek, úgyhogy én örülök neki, hogy, hogy van potenciális, van továbbra is töltet az utánpótlásunkban, úgyhogy, úgyhogy nem félek, van jövőjük a klubnak. A közeljövőhöz pedig sok sikert kívánunk, január 30-án tehát jön a Ferencváros elleni kupa meccs, aztán február 3-án érkezik a Szeged gyöngyösre, izgatottan várjuk mind a kettőt, és sok sikert a csapatnak. Nagyon szépen köszönjük. Mi pedig rögtön folytatjuk, hiszen itt lesz velünk a stúdióban hamarosan Zakar Levent, akiről az előzőekben beszéltünk, ő mesél majd az őszi és arról is, hogy mi a célja a kézilabdával hosszú távon, úgyhogy pillanatokon belül jövünk vissza. Ahogy ígértük, már is itt vagyunk, és folytatjuk utánpótlással a kézilabda magazinunkat. A stúdióban Körösi Fruzsinát, a Gyöngyösi Kézilabda u 18 as csapatának edzőjét köszönhetem, szervusz! Illetve akar Leventét, az U18-as és U20-as csapat jobb szélsőjét, aki mostanában komoly média érdeklődést tudhat magáénak. Szervusz, jó estét! Szia. És nem véletlenül, nem érdemtelenül, hiszen az őszi fordulók során összesen több mint 260 gólt szereztél a két csapat színeiben. Mielőtt arról mesélnél, hogy hogyan jött össze ez a teljesítmény, valahogy próbáljuk egy kicsit kontextusba helyezni, hogy ez a gólmennyiség, ami 31 néhány mérkőzésen jött össze, ez mennyire kiemelkedő, szokatlan volt-e már ilyen, te emlékszel -e már ilyen teljesítményre esetleg? Ilyen szinten abszolút nem emlékszem ilyen teljesítményre. Nyilván ebben benne voltak a felkészülési mérkőzések is, tehát ebben bele számítanak azok is, de ez, hogy mondjuk első osztályban, ifi serdülőben egy fél év alatt ilyen gólmennyiséget nem tudunk, és valószínűleg ezért is lett ekkora média érdeklődés, ugye először Egerből, utána az országos utánpótlásport, szervezeteknél, illetve médiánál, úgyhogy ez, ez tényleg nagyon kiemelkedő és nagyon büszkék vagyunk rá. Leventete mindezt hogy élted meg szezon közben? Egyáltalán ez járt -e az eszedben? Hogyan sikerült ez az ősz ilyen jól neked most idén? Igazából nekem szezon közben nem igazán tűnt fel, hogy ez ennyire kiemelkedő teljesítmény lenne. Ugyanaz volt a célom, mint a többieknek, hogy minél jobb teljesítmény nyújtsunk, és hogy minél több meccset megnyerjünk a szezon során. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a kézilabdával, mióta kézilabdázol, ez volt -e esetleg mondjuk gyerekkorodban már az a sportág, amit rögtön az elején kiválasztottál, vagy máshonnan kerültél a kézilabda pályára? Én legelőször fociztam, meg úsztam is az úszást, azt nem sokáig, egy pár hónapig, de focizni viszont egy öt évig, négy-öt évig azt csináltam, aztán iskolába elkezdtem kézilabdázni, a hetes iskolába, szivacs kézi, megszerettem, aztán a klubhoz kerültem is, onnantól már egy ilyen hét éve klubot erősítem. És egy ilyen őszt tudhatsz most magad mögött, hosszú távú terveid vannak egyébként a kézilabdával? Mindenféleképpen a céljaim közé tartozik az, hogy a felnőtt csapatba játszak majd a későbbiekben. Aztán, hogy a jövőben mi lesz, azt majd meglátjuk. Ami meg is történt, hiszen felkészülési mérkőzéseken már láthattuk, Levít szorítottál neki a lelátóról? Igen, igen, igen. Ö, nyilván ez egy sok összetevős dolog. Sajnos a felnőtt csapatban nagyon sok balkezes sérült meg, és a felkészülés alatt is egy kisebb sérülést összeszedett az egyik jobb szélsőnk, és hát így egy óriási lehetőség került így Levinek a kezébe. Ugye tudták, hogy milyen jó szezon tud maga mögött, és így bátran merték oda hívni a felnőtthöz, úgyhogy így a felkészülés alatt most a, egyébként eddig a hétig velük csinálta a, az alapozást, velük készült, és az összes edző, egy kivételével az összes edzőmérkőzésre el is vitték, és pályára is lépett, és nagyon ügyes volt, úgyhogy büszkék vagyunk rá, helytárt. De, de hogy érted meg mindezt, milyen volt a felnőtt csapattal, az nb 1-es csapattal edzeni? Amikor megtudtam, hogy mennem kell, akkor nagyon erültem, és hát elég nagy megtiszteltetésnek élem meg, hogy segíthettem a csapatnak még ebben a három hétben is. Jól éreztem magam. Jó fejek voltak a csapattársak is, úgyhogy jó volt. Most egy kicsit ne figyelj ide, mert valószínűleg dicsérni fog az edző. Meg lehet azt állapítani, és te hogy gondolod Leventéről? Megvannak-e az esélyei, adottságai, minden ahhoz, hogy, hogy később akár profi játékossá váljon? Igen, hát ezt több fórumon igazából már dicsértem mert valóban minden képessége megvan igazából hozzá. Nyilván itt ez megint egy rengeteg összetevős, hogy valaki MV1-es játékos legyen, a legfontosabb, hogy elkerüljék a sérülések, ezen kívül az, hogy megfelelő időben, megfelelő képzésben és megfelelő játék lehetőséghez jusson, és most ez tényleg minden adott neki itt, Úgyhogy ha így dolgozik, és ilyen eredményes lesz, és ilyen alázatos, ez nagyon fontos, akkor ő nagyon nagy eséllyel pályázik arra, hogy ő legyen a következő gyöngyös játékos, akit beépítünk a felnőtt csapatba. Amire már egyébként volt példa itt gyöngyösen. És ugye arról is beszélgettünk már korábban, hogy egy sikeres őszt tud maga mögött az U20-as és az U18-as csapat is. Ti belülről hogy éltétek meg ezt az őszi szezont? Maradt-e bennetek esetleg hiányérzet, vagy ti is úgy gondoljátok, hogy kihoztátok magatokból csapat szinten a maximumot? Az első három fordulóból mindenképpen maradt bennünk hiányérzet, hiszen sajnos a sorsolásunk se volt az igazi, meg az első három meccsen nem is volt olyan a játékunk, pedig azok szinte a legfontosabb mérkőzések lettek volna. De hát majd most tavasszal visszavágunk. Még egy újabb 260 góllal. <laughs> Legyen úgy. Az alapozás egyébként már folyik a két csapatnál? Igen, január óta alapozunk, és hát egy olyan megtiszteltetésben van egyébként részünk, hogy a a korosztályos válogatottnak lettünk a kontrollcsapata, ezért az alapozás elején felméréseket csináltak, meg még most is folynak egyébként a kognitív tesztek, és akkor emellett kellett beillesztenünk. Egy picit majd kiderül, hogy ez előnyünk vagy hátránk, de bezavart a felkészülésben az Országos Diákolimpia, amit a mai naptól egész hétvégén át rendeznek gyöngyösön, fiúlány lány 5.-6. korcsoport, tehát 10 7-18 éves kategóriába, mindenkinek, aki van ideje, menjen ki, mert nagyon jó mérkőzések lesznek, és hál' Istennek a játékosainknak a 70 a ebbe a, a bejutott a Berze gimnázium, ebbe a 8-as döntőbe, és abban a 70 a a csapatnak, illetve az edzők is, Márton Ádám, aki egyébként edzőtársam van, úgyhogy van lehetőségük egy csomó mérkőzést játszani, és így beilleszteni a felkészülésbe ezt. Úgyhogy jól haladt a felkészülés, és jövő szombaton igyekszünk visszavágni Szegedel az első fordulóba. Most pedig akkor a hétvégén szoríthatunk a derzés fiúknak a olimpián, reméljük ezt minél többen megteszik, majd nézek most ki a nézők részén a Fejes András sportcsarnokban és a Vájé Nagy csarnokban zajlanak a mérkőzések. Milyen célokkal futtok neki a tavasznak? Ugye az u 18 as csapatnak jó esélye van még a négybe is bekerülni. Hát igen, nekem ez egy nagyon nagy rejtett célom. Eddig akárhányszor ugye hasonló korosztályjal voltam, mindig lemaradtunk, dobogón voltunk, harmadik helyen, de valójában nem jutottunk be a kettőbe. Most is nagyon-nagyon nagy harc vagy küzdelem lesz ezért, de szerintem ez a csapat most tényleg megérett arra, illetve képességileg felkészült arra, hogy oda kerüljön. Innen már csak rajtunk múlik úgyhogy meg kell verni két előttünk lévő ellenfelünket, és behozni azokat, amik eddig is behúztunk, és akkor úgy gondolom egyenes út a négyes döntő. Egyébként azért elmondom, hogy nyilván nem csüggedünk, hogyha nem sikerül, mert így is nagyon szép eredményt értünk el, meg érünk el, de, de tényleg az egy a fiúknak is egy óriási elégtétel, motiváció, egy, egy vágy beteljesülése, tehát amiért eddig dolgoztak, az, annak ez lehet a, a csúcsa, de nyilván ha nem, akkor mindig új célokat teszünk eléjük és magunk elé, a legfontosabb az, hogy fejlődjenek, és korosztályukhoz képest folyamatosan megkapják azt a képzést, ami nekik jár. Leventete te vagy érzed, összejöhet a csapaton belül? Milyen most a hangulat, mennyire vagytok elszántak a tavaszi rajt előtt? Azt gondolom, hogy a felkészülés az jól sikerült, így előre Aztán szerintem simán meg lehet, hogyha összeszedjük magunkat az első két-három meccsre, utána meg majd magától. Na hát ez nagyon sok sikert kívánunk, az őszi teljesítményedhez és az egész csapatéhoz e, teljes szívből gratulálunk, és további sok sikert nektek, köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk. Köszönjük, köszönjük, szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ha tehetik, tehát látogassanak ki a Diák Olimpia gyöngyösön zajló országos döntőjének mérkőzéseire, egy hét múlva pedig találkozunk ismét, hiszen jövő hét pénteken újra jövünk majd, addig is minden jót a viszontlátásra.